Itt vagyok a kint. Thank you.
tutti. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek, a település és a milleniumi zászló bevonulása következik. Sándor Magyar Nap lenni című versét Kovács Edit adja elő. Sajó Sándor magyarnak lenni. Magyarnak lenni tudod, mit jelent? Magasba vágyva tengni egyre lent. Mosolyva, mint a míla őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj.
Népek karában, ó, mi vagy te, én népem, hősök nemzete! Teremtés méhében fogan te több ilyen bűvölő rege. Áldott, s dicső vagy mindörökre, ami nagyocs merészet szív akar. Egy szóba van foglalva össze, e szóba, hogy magyar. Történeted nagy vértanúság, szebb, mint a szentek élete. Búslapjain sok mély tanulság, vérrel írott költészete. Rád annyi ellen dühe rontott, kalászos rónád bús avar. Ó, mennyi könny és gyász porongott e néven, hogy magyar. De vértanúid szent porából új, lelkesebb létsarjada, a honfibúnak viharából támadt az eszmék százada. Hiába könyv vér nem patakzott, e nemzet él, él, mert akar. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Felkérem Solymosi László polgármester urat, hogy nyissa meg a városalvató ünnepséget. Tisztelettel és szívem teljes szeretetével köszöntöm Dombrádváros valamennyi polgárát városavató ünnepségünkön. Mindannyiunk nevébe megkülönbözött tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Szaló Pétert, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát. Nálunk már hagyomány, hogy a kedves messzire jött vendéget tenyérrel köszöntsük, hogy azt megette, akkor mindig érezze, hogy hazavárjuk és otthonra talál. Két szemüveg, sok egyszer! Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Sipos Irént, a Belügyminisztérium parlament és jogi helyettes államtitkára. Neki szintén átnyújtom a kenyeret, először a világot, a nőnek a figyelmesség és a szépségnek, és a kenyér, hogy visszavárjon a gyárbányt. Tisztelettel köszöntöm dr. Helmeci László Szabolcs-Szatmár Bereg megye önkormányzati elnökének képviseletében megjelent dr. Czap Lajost, Szabolcs-Szatmár Bereg megye közgyűlésének főjegyzőjét. Köszöntöm dr. Kovács János, Szabolcs-Szatmár Bereg megye közigazgatási hivatalvezető képviseletében megjelent dr. Tóth Sándort, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közigazgatási hivatal vezető helyettesét. Köszöntöm Bajor Tibor országgyűlési képviselőt,
Köszöntöm Borkó Károly országgyűlési képviselőt. Köszöntöm Bodzás Árpád országgyűlési képviselőt. Köszöntöm Krizsán Máriát, a belügyminisztérium szakfőtanácsosát, aki lennül. Köszöntöm a megjelent országos hatáskörrel rendelkező szervek vezetőit. Köszöntöm a környező települések polgármestereit, megyei és a város társadalmi gazdasági szervezeteinek vezetőjét. Külön is tisztelettel köszöntöm az Erdélyből érkezett Szörcsegi Református Gyülekezet megjelent tagjait és lelkészüket, Daróczi Attilát. Kapcsoljuk meg őket! Tisztelettel köszöntöm a szintén Erdélyből érkezett Árpádi Református Gyülekezet megjelent tagjait, lelkészüket, Filip Ferencet. Köszöntöm mindazokat, akik ünnepségünket megtisztelték, és eljöttek örömünkben osztozni. Csodálatos nap a mai, csodálatos, mert ma ünnepeljük szeretett településünk városáavatását, ma hajtunk fejet ezer éves államiságunk előtt, ma emlékezünk Szent Istvánra, államalapító királyunkra. Közös ünnepléssel tegyük még csodálatosabbá a napot. Ezen gondolatok jegyében városavató ünnepségünket ezennel megnyitom. Felkérem dr. Szaló Pétert, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárot, árát, hogy Dombrádot avassa várossá, és az alapító okiratot adja át. Tisztelt polgármester úr, tisztelt helyettes államtitkár asszony, képviselő urak, hölgyeim és uraim, Dombrád mélyen tisztelt polgárai. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Köztársaság kormánya nevében mai ünnepi alkalmából. Kitüntetett pillanat ez a mai, hiszen több ünnep áthatásában élünk. Ünnepel az ország, ünnepel a keresztény közösség, ünnepel a megye, és ünnepelhet immár Dombrád városának közössége. Országunk ünnepli államiságunk ezer évét, a keresztény közösség ünnepli Krisztus 2000 éves jelenlétét, a megye ünnepli új városát, és Önök ma ezen a napon átvetik jelképesen a város kulcsát és oklevelét. Az ország ünnepe összefonódik településük ünnepével, mint ahogy történelmük is, hiszen az Önök történelme az ország történelme. Államiságunk ezer éve elválaszthatatlanul összefonódik településük ezer éves múltjával. Az állami lét nem pusztán a királyság megalapítása, a törvénykezői és bírói hatalom létrehozása, megszilárdítása, hanem az ország egészének, mint egységnek a megteremtése. Szent István királyunk halhatatlan műve szilárd bázisra, a kialakult településrendszerre épült. Az Önök településére is épült az a rendszer, az a térbeli államszervezet, ami Szent István királyunk műve maradandóságát jelenti. A kialakult településrendszerre építette Szent István királyunk a közigazgatást, az egyházi igazgatást, felhasználva a tízes mint szervezőelvet, elrendelve, hogy minden tizedik település építsen templomot magának. És erre a településre, erre a településrendszerre építette Szent István királyunk a vármegye rendszert, az egész igazgatás alapját, ami az elmúlt ezer esztendőn át dacolt a történelem viharaiban. Az ezer éves vármegye rendszer történelmi szerepe vitathatatlan, hiszen az addigi nemzetségi vérségi kapcsolatrendszerre épült társadalmi modell helyére Szent István királyunk egy területi elven felépülő modern államot hozott létre. Az Önök települése nélkül nincs vármegye, nincs köz, nincs egyházi igazgatás, nincs modern állam. Ezért külön örvendetes,
hogy városavató ünnepüket Szent István királyunk ünnepére időzítették. Dombrát település szellemi, anyagi és jogi értelemben is a jubileumi 2000. évben a magyar városhálózat egyik sajátos elemévé vált. A várossá válás egyszeri mozzanat. Annak ellenére, hogy önök nap mint nap építették településüket, önnön jövőjüket. A városok alapítása a régi rómaiaknál szakrális, szent esemény volt. Kijelölték a város középpontját, a középpontot metsző fő tengelyeit, a kardót és a dekumánuszt, majd ekével körbeszántották a leendő falak helyét. Innen ered az urk szó, a város szó, hiszen ez a latin ur, az eke szóból ered. És ez a városnak ez a középpontja nem más, mint a világtengely helye, az Axis Mundi, amely összeköti a földet, a fizikai valóságot az éggel, a szellemi valósággal. A várost itt szellemisége, a szellemi világgal való kapcsolata határozta meg. És ez modellje a teljes emberi életnek, a két lábbal a földön járó, ugyanakkor az égre tekintő embernek. Példázza azt, hogy a város nem csupán lakosok számossága, épületek magassága, intézmények összessége, hanem elsősorban a település közössége. A közösség az, ami a város szellemiségét hordozza. A közösséget teremtő és megtartó Szent István királyunk halhatatlan és eléggé soha nem méltatható műve, a történelmi múlt és életterünk összekapcsolódik a magának otthon teremtő, szállást teremtő közemberrel, az ország ünnepe települési ünnepével. Szent István királyunk műve egyrészt a közember élni akarására, építő munkájára épül. Arra a munkára, hogy műveli földjét, felépíti házát, belakja táját és megvédi területét. Minden egyes ember élni akarásán túl István királyunk a közösség élni akarására épített. Hiszen az egyéni erőfeszítések végesek, időben korlátozottak és egy emberről túltán elapadnak. A közösség az egyetlen, ami tovább élteti az egyént, ami megsokszorozza erejét. De csak akkor élhetjük meg valóságként a közösségünkkel való azonosulást, ha egyéni sorsunkat a közösség erőterébe helyezzük. Ha látjuk, hogy családunk, személyiségünk kiteljesedésének lehetősége, hogy települési közösségünk, családunk kiteljesedésének terepe, hogy tájunk, megyénk, régiónk, településünk természetes élettere. Tisztelt dombrádi polgárok! Minden település a társadalmi, gazdasági és intézményi fejlődésnek egy meghatározott szakaszán nyeri el a városi címet. Ebben döntő szakasza van, döntő súlya van a múlt századi polgárosodásnak, mely ebben a településben is mezővárosi cím nélkül is napjainkig nyomot hagyott. Fontos szerepe van a szolgáltatási, ellátási színvonalnak, a település térbeli kapcsolatainak, de nem kevesebb érdeme az önkormányzat és az itt élni akaró emberek tenni akarásának, a közösség részvételének a település formálásában. A városi cím elnyerése az itt élő emberek szorgalmának, áldozatvállalásuknak és az önkormányzat tervszerű munkájának köszönhető. A várossá válási folyamatnak azonban nincs befejezése. Továbbra sem szabad megállni. A címhez kötődő feltételeknek mindig meg kell felelni. Ezzel tartoznak önmaguknak, a környék lakosságának, amit köteles segíteni a település szolgáltatásaival. Hiszem, hogy a millennium évében adományozott címre a következő nemzedékek is kivételes értékként tekintenek. Ezért vigyázzanak eredményeikre, és úgy fejleszték, úgy építsék a várost, hogy meghatározza a következő század, évezred Dombrádának életét, szellemiségét.
hiszen a szellemiség a legfontosabb része a kisváros életminőségének, mely itt a sok oktatási és közművelődési intézmény hatására, a lokálpatriotizmus a rendezvények sokaságának hatására egyre inkább kibontakozik. Segítheti ezt a civil szervezetek növekedése, megerősödése, az értő vezetés, a település hétköznapjaiban az emberek kapcsolatrendszere. Hiszem, hogy az a munka során, melyet itt az elmúlt 10 évben végeztek, megerősödik a helyi öntudat, kötődésük a településhez, a büszkeség, hogy itt lakhatnak, és mindez együtt ad majd magasabb szintű életminőséget, egy egészen újfajta érzületet. Dombrád nem adományként kapta a városi címet. Kitartó munkájával szerezte azt. A bíráló bizottság, amely javaslatot tett a címre, folyamatosan figyelte a település gyarapodását, szépülését, és eredményeiket példaként lehet állítani valamennyi városi címre pályázó településnek. Engedjék meg, hogy külön méltassam a város képviselőtestülete, vezetése, ezen belül Solymosi László polgármester úr munkásságát. Dombrád város óriási eredményeket mutatott fel az infrastruktúra és intézményfejlesztés területén ebben az igen hátrányos országrészben. A város vezetése és Solymosi László polgármester úr tudatos településfejlesztési politikája volt ennek a fejlődésnek az áloga. Sosem felejtem el, hogy egyszer tévedésből Dombrád település helyett, vagy Dormánd település helyett Dombrádra küldtünk meghívást a Tiszatavi térségi fejlesztési tanácsülésére. És ez csak a helyszínen derült ki. Solymosi polgármester úr egy percig nem kételkedve jött el, tudatosnak hitte meghívását. Úgy gondolta, hogy a Tisza egy ökológiai egység, mindaz, ami Dombrádon történik, érinti a Tisza, a Tiszató vízminőségét, és fordítva, a tiszatavi turizmus fejlődése befolyásolja Dombrád fejlődését, jövőjét. A véletlen intézte el, hogy ott legyen, de ha tudatosan választhattam volna, akkor sem tudtam volna hitelesebb embert hívni, aki érvelt kollégáinak. A térség együttműködés, a közös gondolkodás és felelősség, és az együttes jövőformálás mellett. Ez a hitvallása úgy vélem hozzájárult Dombrád sikeréhez, és munkája egyben a település sikere is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Dombrád milyen tisztelt polgárai! Kívánom, hogy adjon további erőt Önöknek ez a mai nap. Adjon erőt országépítő munkájukhoz, a nemzettel való azonosulás mai élményéhez. Hogy élmény, mindnyájuk élményévé válhasson, hogy sorsunk felelős irányítói vagyunk. És legyen ez az oklevél, amit átadok polgármester úrnak, emlékeztetője és szimbóluma annak, hogy településük egy az országgal, elválaszthatatlan része a nemzet testének, történelmének. De elválaszthatatlan része a nemzet jövőjének, hiszen az ország jövője az Önök jövője. Ezért építsenek továbbá is, ünnepeljenek a mai nap, és legyenek boldogok új városukban. Tisztelt polgármester úr, Önnek, a város képviselőtestületének és Dombrád valamennyi polgárának átadom a Magyar Köztársaság elnökének 218/2000-es határozatát a városi cím adományozásáról, amely a belügyminiszter előterjesztésében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Dombrád nagyközségnek városi címet adományoz. Ez a határozat 2000. július 1-én lép hatályba. Göncz Árpád, a köztársaság akkori elnöke. További sok sikert kívánok!
mikor magam, képviselőtestületünk és lakosságunk nevében megköszönöm dr. Szaló Péter helyettes államtitkár úrnak a értékelő és jövőben mutató szavait, akkor mi lakosok ígéretet teszünk arra, hogy az a bizalom, amelyet a kormány, belügyminisztérium, a erre illetékes szervek révén városrangot kaptunk, ez a címet mi megőrizzük, továbbfejlesszük. Tisztában vagyunk vele, hogy az az út, amelyik előttünk áll, nem lesz könnyebb, mint amit már megtettünk. Tudatosan vállaltunk, szeretnénk lakosságunknak, polgárainknak melegebb, otthoniasabb családi fészket teremteni, egyúttal, mint város szeretnénk a környező településeknek is jó nem gazdája, hanem jó segítője, patronusa lenni. Én ezek jegyében felkérem dr. Sipos Irint, a Belügyminisztérium parlamenti és jogi helyettes államtitkárát, hogy köszöntse az Újvárost, és a város jelképes kulcsát adja át. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Legszívesebben azt mondanám, hogy tisztelt és kedves lakótársaim, hiszen akkor, amikor beléptem erre a településre, tele virággal, tiszta utcákra, nem véletlen, hogy ez a település elnyerte a Virágos Magyarországért első díját. Jó ide belépni, jó itt lakni, nagyon irigylem önöket, és nagyon sajnálom, hogy nem mondhatom azt, hogy kedves lakótársaim. Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy a belügyminiszter úr nevében a város kulcsát átadhassam ennek az őségi településnek, hiszen ez a település már 1067 óta fennáll az írásos emlékek szerint. Ez a település, amely méltán nyerte el a városi rangot, hiszen elég sokat küzdött ezért. Többször fordult a minisztériumhoz azért, hogy a városi címet elnyerje. 1999-ben a parlament a demokrácia fejlődése útján eljutott odáig, hogy a területszervezési törvényt elfogadta, ennek alapján a területszervezési törvényben meghatározta azt, hogy a városi címet kinek lehet, mely településnek lehet adományozni. Korábban sokszor szubjektív tényezők játszottak közre abba, hogy egy-egy település a városi címet elkapja. Önök jogilag megalapozottan, tisztán kapják ezt a címet, rendkívül büszkék lehetnek rá, hiszen a térség központjává váltak, egészségügyi, kulturális, tudományos központ lett a térségnek Dombrád. Ezért nagy büszkeséggel kell a továbbiakban is együtt dolgozniuk ezzel a vezetéssel, aki ilyen sokat tett és kezdeményezte a városnak a várossá alakulást a belügyminisztérium felé. Ezennel a belügyminisztériumnak a városkulcsa adományozását, a városkulcsát átadom polgármester úrnak. További sok sikert az egész városnak, és legalább ilyen gyönyörű, virágos várost a továbbiakban is. Megköszönöm dr. Sipos Irénnek, a Belügyminisztérium parlamenti és jogi helyettes államtitkárának nagyon szívem, legalábbis nekem a szívemnek nagyon jól eső dicséretét, és amit ígérni tudunk, hogy az a kulcs, amit átadott, ez a kulcs soha nem fogja a város képletes kapujait bezárni, hanem mindig tágra nyitva hagyja. De nagyon bízok, hogy ez a kulcs jelképesen nagyon sok ember szívébe kinyitja a szeretet zsilipeit, és ezáltal, ha szeretetben gazdagok leszünk, én elmondhatom, hogy már mindenünk lesz. Köszönöm. Felkérem dr. Czap Lajost, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnökének
dr. Hermeci Lászlónak képviseletében jelent meg, hogy köszöntőjét tartsa meg. Hölgyeim és uraim, tisztelt városi polgárok! A városavató ünnepségükön a megye önkormányzat nevében köszöntöm Önöket. A megyei közgyűlés nagy jelentőségének tartja Domrád nagyközség várossá nyilvánítását, mert úgy gondoljuk, hogy a mai esemény a település lakosai számára új, másfajta lehetőségeket, másfajta teret nyitott. Domrád várossá avatása hatással lesz a környező községek lakosainak mindennapjaira is, mert a tovább bővülő szolgáltatásokból nem csak az itt élők részesülnek, hanem a városi életforma, életmód kihatással lesz a városkörzet településen élőkre is. A térségben Domrádnak mindig is meghatározó szerepe volt. Domrád nagyközség városi rangja új kapcsolódási esélyt rejt megyénk és a szomszédos Borsod megye között. A mai napon ezen az eseményen is megállapítható, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye bár nehéz körülmények között hátrányos helyzetben, de fejlődik. A fejlődés ugyan mérsékelt, de mégis mérhető ütemét jó reprezentálja az, hogy városaink száma folyamatosan növekszik. Az elmúlt években várossá lettek olyan korábban kiskörzeti szerepet, funkciót betöltő nagyközségek, amelyeknek földrajzi elhelyezkedésük, múltjuk indokolta a magasabb település kategóriában sorolását. Egy település előrejutása főleg az ott élő lakosság, az ott élő emberek élni akarásának az érdeme eredménye. Domrád nagyközségben az elmúlt időszakban szép dolgok és látványos eredmények születtek. A település lakosai tudták, hogy merre akarnak haladni, a település vezetői pedig értették a megbízók szándékát, és jól képviselték a választók érdekeit. Úgy vélem, hogy Önök is tudják azt, hogy a várossá nyilvánítás egy nehéz időszaknak az állomása, és azt is tudják, hogy újabb megpróbáltatások és további kemény, küzdelmes napok következnek. Biztosak lehetnek azonban abban, hogy az erőfeszítések újabb eredményeket hoznak majd. Tovább érdemes bővíteni itt a Tisza folyó által kínált idegenforgalmi lehetőségeket. Önöknek tökéletesíteni kell az oktatás, a közművelődés, az egészségügy rendszerét, fejleszteni a szociális ellátást. Be kell kapcsolni Domrádot a magyar városok vérkeringésébe, közösségébe. Bizonyára számoltak azzal is, hogy egy település csak akkor lesz igazán érdemes a városi rangra, amikor a lakosai mentalitásában, gondolkodásában is városiassá válnak. Általánossá válik, kiteljesedik az a szellemiség, amely innen származó, de boldogulását, élete kiteljesedését máshol kereső, pályáján meghatározó személyiségek sorát indította el. Tovább élnek és erősödnek azok a szellemi és érzelmi gyökerek, amelyek az innen származás, az itteni lét tudatos vállalását táplálják. Így teljesednek be Domrád nagyközség szülöttjének, Horváth József pedagógus költőnek a szülőhelyhez való kötődésből egyik versében írt gondolatai. Itt pihennek halottaid, visszavárnak féltő rokonok, őrizd gyermekkorod álmait, mindennél szebb szülővárosod. Hölgyeim és uraim! Szabolcs-Szatmár Bereg megye önkormányzata nevében boldogulást és sikereket kívánok Önöknek, legfiatalabb városunk lakóinak. Kérem, hogy a természeti szépségekben bővelkedő és történelmi, irodalmi értékekben gazdag megyénk részeként járuljanak hozzá gyönyörű megyénk felemelkedéséhez. Köszönöm figyelmüket! Megköszönöm a dr. Czapers főjegyző úr jó kívánságait, intelmét, és felkérem dr. Tóth Sándort, hogy köszöntőjét tartsa meg. Hölgyeim és uraim,
Kedves városlakók! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közigazgatás hivatal valamennyi munkatársa, annak vezetése nevében és megbízásából nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ebből a jeles nap alkalmából, amikor mindannyiunk örömére átvehették a várossá nyilvánító oklevelet és a város jelképes kulcsát. A sors különös kegyelteként érzem magam, hogy részt vehetek ezen a mai megtisztelő ünnepségen. Kicsit talán furcsának tűnik ez a megnyilatkozás. Joggal vetik fel Önök esetleg a kérdést, hogy mire alapozom mindezt. Arra, hogy szülőfalum mellett, azt követően Domrád település áll legközelebb hozzám. Sokan emlékeznek rá, közel egy, vagy talán több is, mint egy évtizedig voltam, most már város lakója, és nagyon sok boldog emlék köt ide, de akkor én még álmodni sem mertem, hogy valamikor ebből a településből ilyen közel jövőben, ilyen gyors ütemben várossá, város lesz, hogy várossá fejlődik. De volt, aki helyettem ezt megálmodja, és a képzeletbeli zászlót magasra emelve elindult szisztematikusan, tudatosan, nagy szeretettől vezérelve azért, hogy a település várossá váljon. De vajon mit ér egy magányos, harcos próbálkozása, még akkor is, hogyha jó ügy érdekében tűzi a képzeletbeli zászlóra azt, hogy Domrád városi címet kapjon. Nem ért volna ez sokat, csak egy nemes tettként lehetne most elkönyvelni, ha nem követte volna őt teljes odaadással a képviselői testület irányításával, a hivatal szakszerű munkájával, az intézmények, az ott dolgozók, a vezetők a településért érzett elkötelezettséggel, és maguk a városlakók, az akkor még Domrád nagyközség lakói, hogyha nem teszik magukéba ezt az ügyet, akkor ma azt hiszem nem igen ünnepelnénk itt együtt ilyen nagy egyetértéssel és ilyen nagy szívbéli elégedettséggel. De szerencsére az ügy az közös céllá vált, és egy felgyorsult, mint egy 10-15 év alatt ime elértünk ide. Elértünk egy olyan helyzetben, hogyha ide egy idegen vetődik, akkor is a városi cím nélkül, ha ezt nem tudja, hogy már ez megadatott, úgy érzi magát, hogy városba jött, városban van, ezt garantálja, mutatja, bizonyítja mindaz a csodálatos szép környezet, amiről államtitkár asszony is szólt. Valóban jó érzés Önökhöz újra visszatérni. Jó érzés Önökkel együtt ünnepelni. Jó érzés Önökkel most ezt a felemelő légkört érezve, ugye együtt, hát úgy is mondani, hogy visszaemlékezni, vagy talán inkább jövőt revetítve szólni Önökhöz. Egyáltalán az, hogy itt lehetek, és valóban szólhatok Önökhöz szívem melegével. És azt hiszem, hogy a későbbi történetírók majd, ha felróják, hogy Domrád nagyközség ott a Felső-Tisza mentén várossá lett nyilvánítva, várossá lett avatva az Úr 2000. évezredében, a kereszténység 2000. évében, a magyar államiság 1000 éves évfordulóján, ez mindig egy kitörőhetetlen írásos emlékként fog a későbbi nemzedékek előtt megjelenni. És erre csak büszkék lehetünk mi jelenleg is, de gondolom büszkék lesznek majd az utánunk jövő nemzedékek is. Én kívánok valamennyi új városlakónak megtisztelő címhez jó erőt, egészséget,
Amikor gratulálok, akkor azt is kérem, hogy ez a fajta lendület, ami megmutatkozott a városi cím elnyeréséért folyó mindennapos, vagy hétköznapi munkában, vagy hétköznapi harcban, ha ezt így lehetne mondani, ez a lendület maradjon meg, érezzék ennek a felelősségét, szeressék, ápolják tovább a városunkat. Mindezekhez jó erőt, jó egészséget kívánok. Köszönöm figyelmüket! Mindannyiunk nevében megköszönöm dr. Tóth Sándor köszöntőjét és elismerő szavait, és felkérem Bajor Tibor országgyűlési képviselőjét, hogy köszöntőjét tartsa meg. Tisztelt polgármester úr, államtitkár asszony, államtitkár úr! Egy országgyűlési képviselő életében nincs nagyon öröm, mint ha a körzetében egy település erőre lépett, és míg előtt bármit is mondanék, ezt külön azt kell mondanom, hogy ezt gratulálok önöknek, és hogy idézzem a költőt, ez jó mulatság, férfi munka volt. Én azért visszaemlékeznék a régi időkre. 1990-94 között, akkor még mint Záhony polgármestere, irigykedve néztük Dombrádot. Itt akkor valami történt. Föltúrták a települést, elkezdődött a víz, a csatornázás, a gáz, a telefon, és épült. 94-re mindez megépült, mindez befejeződött, és ugye akkor tudtuk meg, hogy szinte a város akkori település a gazdasági lehetőségeinek a határaihoz ért, vissza kell fizetni a kölcsönt, vissza kell fizetni a pénzeket. Talán államtitkár úr emlékszik arra az időszakra, hogy polgármester úrral mennyit jártuk akkor a minisztériumot, hogy az a pénz valahogy előteremtődjön. És úgy nézett ki, hogy minden rendben van, és akkor jött a hídépítés. Mi akkor 94-95-ben úgy éreztük, hogy kész, Dombrádnak baj lesz a jövőjével, hiszen olyan településé válik, ahova már csak az jön be, aki ide szándékozik utazni, nem lesz átutazás, nem lesz idegenforgalom. És akkor valami csoda történt itt. Elkezdődött a képtárépítés. A település belépett a Vasutas Városok Szövetségébe, Vasutas Települések Szövetségébe. Megépült az állomás. Elkezdődött valami, amit a polgármester úr vezetésével a városlakók vittek végig. Ez haladt egészen 1998-ig, amikor már megépült a gimnázium is. Csak gondoljunk vissza, hányan kételkedtek abba, lesz-e elég tanuló, lesz-e igény ebbe a városba középiskolára. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy nem csak hogy lett igény, hanem komoly igény is van. 98-ban meghirdettük, hogy legyen Dombrád város. Mindenki, aki egy kicsit is szívén viselte ezt a települést, akkor nagyon szorított. Mi lesz ebből? Sikerül-e? 1999-ben, amikor Dombrád várost a várossá nyilvánítási települések sorában az ötödiknek sorolták be, és megdöbbenésünkre csak 4 település lett város, akkor én úgy éreztem, hogy most baj lesz. Csak nehogy összetörjenek, csak bírják még energiával. És bírták. Újra neki mentek, a polgármester úr újra föllelkesítette a lakosságot, a virágos városok, virágos települések verseny nagyot dobott ezen, hogy így mondjam, nagyot segített ezen a küzdelmen, és egyszerre tudtuk meg, én a parlamentben, polgármester úr pedig a közlönyolvasása közben, hogy sikerült, Dombrád város lett. Gratulálok mindenkinek, gratulálok a polgármesternek, és így tovább. Köszönöm. Köszönöm Bajor Tibor képviselő úr köszöntőjét és rövid méltatását a megtett útról, és felkérem Bolkó Károlyat, ne nézzék, hogy ilyen sokáig néztem, de kétszer nem tévesztettem el a nevét, úgyhogy Bolkó Károly országgyűlési képviselőt nagyon nagy szeretettel, tisztelettel, hogy ünnepi köszöntőjét tartsam meg. Helyettes államtitkár asszony, helyettes államtitkár úr, képviselő hölgyek és urak, tisztelt főjegyző úr, polgármester úr, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt dombrádi polgárok! Régebben azt mondták, hogy a várak ereje nem a falakban, hanem a várvédők lelkében van. Ennek analógiájára azt gondolom, hogy egy településnek, egy városnak az ereje, az pedig polgárainak a tenni akarásában. Ennek a tenni akarásnak nagyon sok példáját láthattuk az elmúlt
évtizedben ebben a városban. Épült, szépült, útjai épültek, intézményei épültek. És ami számomra még fontosabb, egy szellemi építkezés is folyt ebben a városban. Képtára lett, gimnáziuma lett, múzeuma lett. Tehát példás összefogás és együttműködés folyt ebben a városban, amelynek gyümölcsét a mai napon arathatja ez a város. Ha valóban úgy van, hogy az ereje a városnak a polgárokban van, akkor én elsősorban a polgároknak kívánok a jövendőben is jó munkát, amelyiknek értelme, haszna van a közösség és az egyének számára. Dombrád valamennyi polgárának személyes életében megértő társat, boldog, bővelkedő, bővülő családot kívánok, és azt, hogy becsüljék meg a múltat, a település múltját, és erre építve a jövendőjét is megteremthetik. Ehhez a munkálkodáshoz kívánok én mindenkinek boldogságot, békességet és jó egészséget. Köszönöm szépen! Megköszönöm Borkó Károly országgyűlési képviselő úrnak a köszöntőjét és a további jó kívánságait, és utolsónak felkérem, de nem utoljára, Bodzás Árpád országgyűlési képviselőt, hogy köszöntőjét tartsa meg. Én csupán annyit szeretnék mondani, hogy büszke vagyok Dombrádra, és ez nem most kezdődik, hanem már gyerekkoromban, mint nyílkarászi gyerek, mindig példaképként állt előttünk. Már akkor úgy volt az 50-es években, hogy a legjobb futballistánkat Dombrád elhozta, Fábián Ottónak hívták, ha még emlékszik rá valaki az öregek közül, mert ugye ez magasabb kategóriába játszott, és a fejlődés jelentette számára. Később, amikor már felcseperedtem és a vásárra jártam az apámmal Kisvárdában, a dombrádi szép lovak miatt kellett irigykednem, és utána, amikor ugye a mezőgazdaság nagy versenyzésbe kezdett itt a Kisvárda környékén is, Dombrádon mindig komoly üzemek, hát ugye komoly gazdák, utána komoly szövetkezetek működtek, komoly szakemberek nevelődtek itt ki, és azt hiszem, hogy ez nagyban hozzájárult a gazdasági erősödéshez, amely aztán később a kultúra területén is megnyilatkozott. Úgy gondolom, ennek köszönhetően ünnepelhetjük most ezt a városavatást, és ezért vagyok büszke erre a településre. Köszönöm szépen! Mindannyiunk nevében megköszönöm képviselő úr jó kívánságait, és engedjék meg, hogy utolsónak én köszöntsem önöket, már úgy érzem, nekem nem köszönteni, hanem köszönetet kell mondani. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Oly sokat tudnék mondani, és mégis oly keveset. Sokat, mert hosszú volt a megtett út, és mégis keveset, mert együtt tettük meg. A megtett útért hálás szívvel köszönöm meg 4500 munkatársamnak, azaz a város valamennyi polgárának, hogy sikerült elnyerni a városi címet. Köszönöm, hogy velem voltak a munkában, örömben, bánatban egyaránt. Köszönöm Istenemnek, hogy erőt, hitet, akaratot és Dombrád polgárait adta a városépítő munkához. Köszönöm mindazoknak, kik mellettünk voltak és segítettek. Mit értünk el közösen? Hadd idézzem az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének zsűri elnökének szavait: Dombrád a településfejlesztésben, a tisztaságban, a virágosításban, világszeretetben és a lakossági összefogásban példaképe lehet sok nyugat-európai településnek. Büszkék lehetünk rá. De legyünk büszké arra is, hogy Magyarország Város- és Faluvédők Szövetsége Dombrád településnek Podmanicki díjat adományozott, hazánk épített örökségének megóvása,
végzett megóvásában végzett kimagasló munkájáért. Kívánom, hogy az Úr adjon mindannyiunknak erőt, egészséget, céljaink megvalósításához, a boldogabb jövő megteremtéséhez. Végezetül hadd idézzek Váci Mihálynak, ha érdemes, ha nem című verséből. Ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű sohasem. De érdemes volt, s mindig érdemes lesz. Hiszen. Köszönöm a figyelmüket. Kedves polgárok, kedves ünneplő közönség! Mindannyiunk nevében köszöntöm a város legidősebb polgárát, Geri Ferenc bácsit, aki 1905-ben született. És most 95 éves. Köszöntöm a város legfiatalabb polgárát, Kovács Nikolettát, aki született 2000. július 4-én, és édesanyját, Kovácsné Zsanda Johannát és kedves férjét. Geri Feri bácsinak egy kicsit mondhatnám élő történelem. Kívánjunk mindannyiunk nevében még sok számos évet éljen, a legfiatalabb polgárunknak pedig kívánjunk hosszú eredményekben, boldogságban gazdag, hosszú életet. És egy kis szerény ajándékot, illetőleg egy emléktányért adok át. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! Az ünnepi műsor következik, nyitótáncként a palotást láthatják. Thank you.
Dr. Berecki Zsigmond, református általános iskola énekkara következik. Me.
tárogatón játszik Rétfalvi István zenetanár. Saját versét adja elő Horváth József költő, énekel Horváth Józsefné. Emeld jövőbe, Istenem! Szent István földje Magyarország, éltette hit és küzdelem. Harcok sebezték arcát, sorsát, vezess népünket, Istenem! Századok ökle földre verte, hitét nem törték meg sosem. Könyvben, vérben edződött lelke, szeresd hazánkat, Istenem! Zsarnok hatalmak jöttek, mentek, magyar nép túlélt mindenen. Kik élni ennyire szeretnek, emeld jövőbe, Istenem! Én a Tisza partján kolompol a nyár. Tikkad bokor alján juhász furulyál. Zúg a harangszó, sodorja a szél. Ős régi földről gyönyörűt mesél. Magyarok szép hazája, te vagy az én hazám. Virágos réted kéklő bérced, vígan mosolyog rám. Tiszába hajló fűzfa, pipacsos zöld határ. A nagy világot bárhol járom, szívem csak hozzád száll. Kút, gém, zsalugáter, vén szülői ház, lányok égő szeme, legényt babonáz. Zúg a harangszó, sodorja a szél, ős régi földről gyönyörűt mesél. Magyarok szép hazája, te vagy az én hazám. Virágos réted, kéklő bérced, vígan mosolyog rám. Tiszába hajló fűzfa, pipacsos zöld határ. A nagy világot bárhol járom, szívem csak hozzád száll. Köszönöm.
Megkérem önöket, énekeljük el közösen a szózatot. Tisztelt ünneplő közönség, felkérem önöket, hogy fáradjanak át, és tiszteljék meg jelenlétükkel Molnárné Balla Gyöngy Batikolt kiállításának megnyitását, melynek helyszíne a Domrádi Képtár. Az augusztus 20-ai program folytatódik 15 órai kezdettel a sportpályán, ahol különböző rendezvények várják önöket. Köszönöm a figyelmüket, és jó szórakozást kívánok a délutáni programokhoz. Thank you.